Most ebben a rövid videóban a méret stílusok készítésével és azok teste szabásával fogunk megismerkedni. Azt már tudjuk, hogy hogyan kell létrehozni rajzelemeket, és azt is megnéztük már, hogy hogyan lehet felméretezni a rajzainkat különféle méretvonalakkal és azok sorozatával. Most azt nézzük meg, hogy a méretvonalakat hogyan tudjuk teste szabni a stílusok segítségével. Először is nézzük meg, hogy hol lehet egyáltalán a stílusokat beállítani. A kezdőlap fül feliratozás paneljánál a lefelé mutató nyílra klikkelve előtűnnek azok a belső funkciók, amelyekkel már találkozhatunk például a szövegek készítésénél. A méretezési stílus, amelyet alkalmazunk, itt látható, méles stílus, ISO 25 szabvány szerint van beállítva. Ha mellette lévő ecsetre méles stílus nyomógombra klikkelünk, akkor bejön a stílus kezelő párbeszéd ablak. Itt látható a méles stílus kezelő, itt van az alapértelmezett standard és az ISO 25, amivel eddig dolgoztunk. Most nézzük meg, hogy hogyan is lehet, milyen lehetőségeink vannak a méles stílusok teste szabására. Módosítás nyomógomb segítségével tudjuk ezt az ISO 25 méles stílust módosítani. Több fül látható ezen a módosító ablakon, az első fül a vonalakkal kapcsolatos. Nem fogok minden részletre kitérni, hiszen könnyedén föl lehet fedezni a funkciók működését, a legfontosabbakra szeretném csak fölhívni a figyelmet. Ugye itt például több minden beállítható. Az első és talán a legfontosabb, hogy le lehet tiltani a méret vonalakat. Ha ráklikkelünk ide az egyes szöveg melletti checkboxra, akkor látható az előnézeti képen, hogy le lehet tiltva a méretvonal, az első. Le lehet tiltani a második méretvonalat esetenként, hogyha szükséges, mind a kettőt is. Nagyon sokat tud segíteni ez az előnézeti ablak, hiszen itt általában látványosan és világosan tudja megjeleníteni az AutoCAD, hogyha valamelyik gombot megnyomjuk, átírjuk a szövegdobozban lévő értéket, akkor az mit jelent vizuálisan a modelltérre kivetítve. A túlnyúlás a méretvonalakon az az érték, amelyet itt láthatunk. Ha most ezt az 1,25-öt, ami szerintem egy egészen jó érték, átírom 2,5-re, figyeljünk oda, hogy itt pontot kell megadni, nem pedig vesszőt, akkor azt vehetjük észre, hogy szépen a túlnyúlás megnövekszik. Pontosan ezt vártuk, ugye az előző stílusunkhoz képest. Ha visszajövök, módosítom, átírom vissza 1,25-re, akkor már az eredeti értéket kapjuk meg. A másik probléma az volt, amellyel találkoztunk a rajzoláskor, hogy a méretvonalak a kezdőponttól el voltak tolva. Valamilyen értéket vettek föl, itt lehet látni a pontosan beállított értéket, itt lehet látni az eltolás értékét a kezdőponttól, hogyha most megnézzük ezt a modelltérbe, akkor már is látható, hogy miről van szó. Ez a távolság van megadva a stílusba. Ha visszajövünk, módosítjuk és átírjuk nullára, akkor szépen a kontúrvonaltól fognak indulni a méretezési vonalak. Szerintem ez praktikus és célszerű átállítani erre az értékre. Menjünk tovább. Jelek és nyilak. Hát itt ugye a nyílfejeket lehet beállítani. Az építészeknél szokott mondjuk az építészeti vonás elterjedni. Ha kiválasztom és leokézom, akkor már is így jelennek meg. De természetesen más értékek is beállíthatóak. Mondjuk lehet ez a feldevonal, talán ez egy kicsit ízlésesebb. De
Általában a gépészeti és az általános műszaki rajzba a nyílfejek terjedtek el, tehát vissza lehet állítani. Saját nyílfejeket is készíthetünk az autókat rendszerébe, blokként, és azzal tudja ugye a nyílfejeket helyettesíteni a rendszer. Meg lehet adni az értékét, 2,5-ről fölvihetjük 5-re, szépen látható a változás itt az előnézeti képbe is, ezért nem fogok visszamenni a modelltérbe. Amire még fölhívnám a figyelmet, hogy ha átírunk egy értéket, mondjuk a 2,5-et átírom 3,5-re, és veszővel választom el a 10-es értékeket, akkor hiába nyomom az OK gombot, nem záródik be az ablak, hiszen nem valid értéket írtunk be. Ezért, hogyha átírom 3.5-re, akkor már szépen be fog zárodni az ablak, és föl is veszik a nyílfejek az új értéket. Erre azért figyeljünk oda, hogy az ablakoknál is, ahol numerikus értéket kér a rendszer, ponttal adjuk meg a 10-es értékeket. Eforce-rajzere lehet még érdekes, ugye, hogy a méret szöveg előtt, ebbe az esetben ez látható, hogy a méret szöveg előtt van, vagy éppen felette, akkor itt jelenne meg, vagy éppenséggel az, hogy nincs. Ezt most szerintem mindenki el tudja képzelni. Menjünk egy picit tovább, jön a szöveg. Hát, ami nagyon fontos, hogy itt is be lehet adni szövegstílust. Ugye van a feliratozás és a standard, vagy ha rányomunk erre a 3... nyomógombra, akkor szépen a szövegstílus kezelő ablak jön be, és a szövegeknél megismert módon új stílus hozhatunk létre, vagy már meglévőt adhatunk be. A szövegnek a színét is át lehet állítani, legyen mondjuk sárga, ezzel szépen lehet áttekinthetőbbé tenni a rajzunkat. A szöveg magasság most 2,5 mm, vagyis hát jobban mondva 2,5 rajzi egység. Ezt is célszerű stílusból megadni, de itt közvetlenül is át lehet írni az értékét. A szöveg elhelyezése az megint csak hasonló. A szövegeknél megtanultuk, hogy nagyjából hogyan is kell ezt elképzelni, hogy hogyan is helyezze el függőleges és viszintes irányba. Ami még érdekes, hogy be lehet keretezni a szöveget, ha bepipáljuk, akkor ugye be fogja keretezni a szöveg értékeket. A szöveg illesztése is többféle lehet, lehet viszintes, akkor ugye az értékeket viszintesen írja a rendszer, lehet méretvonalhoz illesztett, amely most volt beállítva, és itt van ugye az ISO szerinti, amely bizonyos esetben viszintesen ír, bizonyos esetben pedig ugye a méretvonalhoz igazítva. Legyen most ez, megint leokézzük, és szépen ugye megváltozott a méretezési láncunk, a méret elemek, szerintem a kék és a sárga szín szépen kiegészíti egymást, és szépen át lehet tekinteni a rajzunkat. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy még mennyi mindent tudunk beállítani. Módosítjuk ezt az ISO 25-öt, és jön az illesztés. Itt, amit érdemes tudni, hogy globális léptéket is lehet alkalmazni a méretobjektumokra. Ez azt jelenti, hogy ezzel a számmal fogja beszorozni az összes méretvonalat, nyílfejet, feliratot, szövegértéket az autóket. Tehát, hogyha kettes értéket írok ide be, akkor szépen a kétszeresére nő minden. Természetesen ez most csak a példa kedvéért mutattam meg. Nagyon is megfelelő itt az egyes érték. A szövegeket lehet finom hangolni kézi elhelyezéssel, vagy méretvonal a segédvonalak között opcióval. Itt is lehet látni, hogy miről van szó, tehát a méretvonalakat kivettem, visszateszem, akkor lehet látni, hogy megjelenik. Szövegek kézi elhelyezése, be vagy ki, maradjon az eredeti állapot. És elérkeztünk egy kulcsfülhöz, itt az elsődleges mértékegységeket lehet megadni. Nagyon fontos, hogy itt hogyan is állítjuk be a stílusunkat. Ugye a hossz méreteknél van a tudományos, műszaki, építészeti vagy a decimális, ez nekünk megfelelő. A lényeg az itt van, hogy milyen legyen a pontossága, hiszen itt 2/10 jegyig írja ki az értékeket az autóket, de ha nekünk nagyobb pontossággal van szükségünk, akkor mondjuk 4/10 jegyre, akkor be kell állítani, és akkor kapjuk meg szépen 4/10 jegyre kerekítve a mért értéket.
okézzuk le, bezárás, és lehet látni, hogy ugye az előző videóban, ahogyan mondtam, 64 egész vesző, 0,312 az új érték. Jó, hogyha ezt átírjuk. Ha visszatesszük az eredetire, azaz két tizedesre, akkor 64,013 értéket ír ki. Tehát méretezéssel nem szabad méreteket levenni a rajzunkról, mivel a kiírt értékek azok a méret stílustól függenek. Ha most lemérem a távolság parancssal ezt a vonal rajzelemet, akkor fogom megkapni a pontos értéket 4 tizedes értékbe, természetesen ezt is lehetne egyébként még növelni, hogyha szükség lenne rá. De vajon a 39 fok valóban 39 fok-e, hiszen amikor rajzoltam ezt az ábrát, nem figyeltem erre. Nem tudatosan hoztam létre ezt a szöget, hanem kiadódott. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet a szögek esetében. Itt természetesen, itt is meg lehet adni, hogy milyen legyen a formátuma, tizedes fok, fok, perc, másodperc, új fok vagy radián, maradjunk a tizedes foknál, majd a pontosság az nulla, azaz egy egész fokra kerekíti az értéket, ha most átteszem két tizedes értékre, akkor láthatom, hogy bizony ez nem volt 39 fok, ez 38,66 század fok volt valójában. Ez talán még szemléletesebben mutatja, hogy miért nem szabad a méretezéssel méreteket levenni a modelltérből, pedig nagyon gyakran használják erre a kezdő autókedv rajzolók a méretvonalakat. Menjünk szépen vissza, és folytassuk az ismerkedést. A tizedes fokot át lehet tenni ugye fok, perc, másodpercben, ezt is majd megnézzük, valamint amire még fölhívnám a figyelmet, az az, hogy meg lehet adni a méretezésnek a léptékét. Tehát ez az a szám, amivel beszorozza az AutoCAD a modelltérben mért egységeket. Ha ezt átírom 10-re, akkor itt nem 40-et, hanem 400-at fog kiírni az AutoCAD. Oké, bezárás. És szépen lehet látni, hogy valóban a mérthez képest 400 értéket ír ki, tehát a 40 helyett egy 10-el beszorozott értéket, azaz a 400-at, és ezt minden egységre, méretezési egységre értelmezi a rendszer. Jó, ez nagyon fontos, hiszen ezzel lehet különféle méretarányoknak megfelelően mondjuk feliratozni a rajzunkat. Lehet előtagot és utótagot is megadni, hát mondjuk ez egy előtetett példa, de mondjuk beírjuk azt, hogy H, hogy ugye, hogy magyar méretezés például, utótagnak pedig beírjuk azt, hogy mondjuk milliméter, hogy minden milliméterben van, egy spacer szebbé is tudjuk tenni magát a méreteket, okézzuk le, és lehet látni, hogy egyre szebb és eltérőbb már a méretezési stílusunk a kiinduláshoz képest. Általában nem szoktuk használni ezt az előtagot, utótagot, hanem különféle, hát ha szabványi előírásokat követünk, akkor lehet erre szükség, de jó, ha ismerjük, hogy van ilyen lehetőségünk. Van még a nullák elnyomása, elül-hátul, tehát hogyha a 4 vagy 5 tizedes jegyig szeretnénk kiírni az értéket, de az utolsó 3 jegy az 0, akkor azokat például nem fogja megjeleníteni az AutoCAD, és így helyet tudunk ugye spórolni. Vannak az alternatív mértékegységek és azoknak a beállítása, erről talán később fogok beszélni, az elején nem fontos, valamint a tűrések, amelyekkel megint csak egy kicsit később fogunk megismerkedni. Tehát láthatjuk, hogy tulajdonképpen egészen könnyedén lehet testre szabni a méret stílusokat az igényeinknek megfelelően, az biztos, hogy utána kell nézni a lehetőségeknek, hiszen nagyon nagy eszközkészletet biztosít erre a célra az AutoCAD.